Az önkéntes összefogás Dunaharaszti szervezete számos városi rendezvényen, főzőversenyen, gyerekprogramon megjelenik, szervez jótékonysági akciókat, pozitív változásokra mutató kezdeményezéseket. November végén ismét ételosztást szervezett városunk rászoruló lakosai számára, immár 25. alkalommal. A jótékonysági akcióra a Család és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével került sor. Ezúttal 350 adag ételt főzött és osztott ki a csapat, tudtuk meg a szervezet részéről Büti Mihálytól. A tálakba zöld borsós tokány került tésztával és egy-egy pohár meleg teával, valamint Bóka Péter és felesége Bóka Brigitta jóvoltából házi készítésű süteményekkel bővült a menü. Tekintettel a térre, a hideg időjárásra, december 21-én is megszervezi az Egyesület a jótékonysági ételosztást. Várhatóan székelykáposztával készülnek, ezzel is segítve a rászorulókat.